Március 15-éhez kapcsolódik jövőre az első hosszú hétvége, rögtön egy négy napos. A Nemzeti Emléknap ugyanis kedre esik. Az Innovációs és Technológiai Miniszter döntése értelmében emiatt már hétfőn sem kell dolgoznunk. Ehelyett a munkahelyekre március 26-án szombaton kell majd bemenni. Április 15-én pénteken és 18-án hétfőn is munkaszüneti napok lesznek a húsvét kapcsán. A kapott pihenőket ekkor le sem kell majd dolgozni. A június 6-ai pünköst hétfő is hosszú hétvégét hoz, az három napossad. A következő hasonló alkalomra minden szentekkor kerül sor. November 1 -e ugyanis kedd lesz, így az előző péntek lesz az utolsó nap, amikor dolgoznunk kell majd. Ez tehát ismét négy napos pihenő lesz. A karácsonyi ünnepek pedig három napos hosszú hétvégét tesznek jövőre lehetővé. Szenteste ugyanis szombaton lesz, vagyis karácsony másnapja hétfőre esik. Három további ünnepnapunk viszont semmilyen módon nem befolyásolja a többség munkaidő beosztását. 2022-ben május 1 és október 23-a vasárnapra, augusztus 20-a pedig szombatra esik majd.